Forintosítás. December 15-ig megkapják a fogyasztási, köztük az autóhitelekkel rendelkező ügyfelek a forintosításról szóló értesítőket. A készhezvételtől számítva 30 nap van a reagálásra. Infrastruktúra fejlesztés. Közel 2 milliárd forintból építenek kerékpárút hálózatot a nyírbátori kistérségben. Behajtható tartozás. Mintegy 30 ezer gazdálkodó szervezet számára kötelező az éves kamarai hozzájárulás megfizetése a megyében. Az idei díjat eddig kétharmaduk fizette meg. December 15-ig megkapják a fogyasztási, köztük az autóhitelekkel rendelkező ügyfelek a forintosításról szóló értesítéseket. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A pénzügyi irodahálózat arra hívja fel a hitelesek figyelmét, hogy az értesítések készhezvételétől számítva 30 napjuk van a reagálásra. Ezt elmulasztva a kiküldött formában válik érvényessé a forintosított hitelszerződés. Az elszámolási törvény megjelenése után, valamint a broker botrány kapcsán az év első felében jelentősen megugrott a pénzügyi irodahálózat ügyfélszáma, mondta a Nyíregyházi iroda vezetője. Görömbeinél Balmasz Katalin hozzátette, az év végén a december 15-ig ügyfelekhez érkező fogyasztási hitelek forintosításáról szóló értesítések okozhatnak majd növekvő forgalmat. Arra szeretném a fogyasztóknak a figyelmét felhívni, hogy a karácsonyi készülődésben nehogy elmulasszák a határidőt, ugyanis 30 napjuk van arra, hogy erre reagáljanak. Ez azt jelenti, hogy tértivevényes értesítésben fogják a forintosításról, itt a gépkocsi hitelesek elsősorban azok, akik érintettek, megkapni a értesítést a pénzintézettől. A készhezvételtől számított 30 napon belül, ha ők erre nem reagálnak, akkor ez automatikusan teljesedésbe megy. Tehát nem szükséges hozzá semmiféle további lépés, sem közjegyzői okirat, sem szerződésmódosítás, hanem a törvény erejénél fogva, és ennek az értesítőlevélnek az átvételével ez forint hitellé fog átalakulni. A pénzügyi irodahálózat célja a fogyasztók pénzügyi tudatosságának növelése, ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy különösen karácsony előtt mérlegelni kell a hitelfelvételt. A leggyakrabban kínált fogyasztási hitelek, a hitelkártyák és az áruhitelek között érdemes részletesebben tájékozódni, panasz esetén pedig felkeresni a pénzügyi irodahálózatot vagy a békéltető testületet. Elsődleges célunk az, hogy a fogyasztóknak a pénzügyi tudatosságát növeljük. Ez abban nyilvánul meg, hogy felvilágosítást nyújtunk a jogszabályokról, illetve konkrét segítséget nyújtunk, ha a pénzügyi intézménnyel szemben panaszuk van, ezen panaszlevelek megírásában, illetve békeltető testülethez való fordulásban, akkor a pénzügyi békeltető testülethez beadandó kérelmet teljesen postakészen elkészítjük a fogyasztók részére, segítjük a jogérvényesítésüket. A pénzügyi irodahálózat a Magyar Nemzeti Bank támogatásával jött létre 11 megyes székhelyen. A tanácsadást 2012-től vehetik igénybe a fogyasztók Nyíregyházán is. Az irodahálózat szolgáltatásai térítésmentesek. Közel 2 milliárd forintból építenek kerékpárút hálózatot a nyírbátori kistérségben. Nyírbátor és Nyírbogát között már befejeződött a beruházás. Most a Nyírbogáttól Nyíradonyig tartó részt építik összesen 5 szakaszban. A fejlesztés célja, hogy a települések között a biztonságos közlekedés feltételei javuljanak. Hamarosan átadják a Nyírbogáttól Nyílgelséig és az onnan Nyírmihálydíjig tartó kerékpárút szakaszokat is. A szakemberek már a munkálatok végénél tartanak. A közlekedési operatív programnak köszönhetően lesz biztonságosabb a közlekedés a 471-es főútvonal mellett. Nyírbátor térségében összesen egy 25 km kerékpárút épül. Ennek a felét jelesül már elkészítettük. Nyírbogát, Nyírbátor, Nyírbátor, Nyírmegyes között kész a kerékpárút, és most pedig Nyírbogát, Nyíradony között készül több szakaszban. Hát én nagyon remélem, hogy a 471-es főútvonalat ilyen módon tehermentesíteni tudjuk a kerékpáros forgalomtól, ami
a honpolgárok biztonságának a növelését fogja eredményezni. Az új kerékpárutak biztosítják a szolgáltatások egyszerűbb és gyorsabb megközelíthetőségét, az általános és szociális feltételek javulását és a turisztikai vonzerő növekedését a települések között. A térség kerékpárútjai összekapcsolhatóak a későbbiekben az országos és a nemzetközi Szatmár-Németiig tartó kerékpárút hálózattal is. Mintegy 30 ezer gazdálkodó szervezet számára kötelező az éves kamarai hozzájárulás megfizetése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az idei díjat eddig kétharmaduk fizette meg, mondta el kérdésünkre a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára. Az évi 5000 forintos díj köztartozásnak minősül. A három évnél régebben nem fizetőktől szeptemberben kezdte el behajtani a tartozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarának a több mint 30 ezer kötelező tagja mellett közel 900 önkéntes tagja volt 2015-ben. Számukra különböző tájékoztató előadásokat tartottak a vállalkozói környezet alakulásáról, valamint kapcsolatépítési lehetőségeket is biztosítottak a tagsági hozzájárulásért. Azokat a gazdálkodó szervezeteket érinti a kamarai hozzájárulás, akik tevékenységi kör szerint a kereskedelmi és iparkamarák hatáskörébe tartoznak. Itt a kamaránkat, hogyha nézzük, akkor ez 30.900 gazdálkodó szervezetet érint, nekik kellett a kamaránál regisztrálni. Egyszeri regisztrációról van szó, 2012-ben kellett ezt megtenni, és attól az évtől kezdve pedig minden évben meg kell fizetni az 5000 forintos kamarai hozzájárulást. Nyilván, hogyha azóta alakult egy gazdálkodó szervezet, akkor 5 napon belül jelezni kell a kamarának, és ennek a kötelezettségnek eleget kell tenni. Folyamatosan történik a kamarai hozzájárulásnak a megfizetés és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatoknak az ellátása, és elmondhatom azt, hogy a 2015 évi kamarai hozzájárulást 20 ezer gazdálkodó szervezet fizette meg, és 7 ezer olyan gazdálkodó szervezet van, aki eleget tett az elmúlt évi befizetési kötelezettségeknek is. Ez azt jelenti, hogy idén összesen 27 ezer befizetés történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, tette hozzá a főtitkár. Nagy név Varga Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy a három évnél régebbi díjjal tartozók ellen a NAV munkatársaival közreműködve lép fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. Ilyenkor a kamarának jogosultsága van arra, hogy a behajtást kezdeményezzen, és ebben a NAV a segítségünkre van, tehát rajtuk keresztül végezzük el a behajtási feladatokat. Ez a kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, tehát ezért van lehetőség arra, hogy behajtást kezdeményezzünk. Mi az elmúlt évben, szeptemberben kezdtük el ezeket a behajtásokat, és folyamatosan adjuk le az anyagokat a NAV munkatársainak. Most azokkal a gazdálkodó szervezetekkel kezdtük, akik már hosszú évek óta nem fizetik meg ezt a kötelezettséget, és nyilván folyamatosan figyeljük azt, hogy kik azok, akiket fel kell szólítanunk arra, hogy ezeket teljesítsék. A hozzájárulás megfizetését folyamatosan nyomon követik a kamara munkatársai, és minden befizetéskor a legrégebbi tartozást írják jóvá, tette hozzá a főtitkár. Emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 54 éves Kántor Jánosi férfival szemben a megyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint a férfi még 2002. október 4-én az esti órákban bement egy 81 éves Kántor Jánosi asszony házába, akit megerőszakolt, majd addig bántalmazta a segítségért kiáltó sértettet, amíg meg nem halt. A kezdetben ismeretlen tettes ellen indult nyomozást a hatóság, mivel az elkövető kilétét nem sikerült megállapítani, 2004-ben felfüggesztette. Az Országos Rendőrfőkapitányság bűnügyi főosztályának nyomozói azonban a felfüggesztett büntetőügyek felülvizsgálata során megállapították, hogy további nyomozással az ismeretlen elkövető beazonosítható lehet, így idén novemberben a nyomozás folytatásáról határoztak. A Szabolcs megyei nyomozók segítségének, a tanúk ismételt kihallgatásának, a bűnügyi technikai eszközök és lehetőségek időközben történt fejlődésének köszönhetően az elkövetői kört sikerült egy 3 fős társaságra szűkíteni. Kihallgatásuk során egyikük beismerő vallomást tett. Részletesen elmondta a nyomozóknak, hogyan ölte meg 13 évvel korábban a 81 éves asszonyt. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök, majd őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatását, amelyet az illetékes bíróság el is rendelt.
Zenés irodalmi estet tartott Nyíregyházán Grecsó Krisztián, József Attila díjas író, költő és zenész barátja Kollár Klemenc László. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Vereséget szenvedett a listavezető atomerőmű ESE otthonában a Malsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese Pakson lépett pályára, és a hazaiak 86-70-re megnyerték a találkozót. A nyíregyháziak az év utolsó meccsén szombaton az Albafehérvár csapatát fogadják a Bemiskola csarnokában. A két ünnep közötti hétvégén is pályára léphetnek a kispályás foci szerelmesei. A 6. Fuchstech Sunshine FM műfüves tornára eddig 32 csapat adta le a nevezését. A nyíregyházi Filó foci csarnokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttesek mellett dunántúli, budapesti és határon túlról érkező gárdákat is láthatnak az érdeklődők. Novellák, versek és a zene volt a főszereplője annak az irodalmi estnek, amelyet a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban láthattak az érdeklődők. A rendezvény vendége volt Grecsó Krisztián, József Attila díjas író, költő és zenész barátja Kollár Klemenc László, a Kistehén zenekar tagja. Grecsó Krisztián visszatérő vendége Nyíregyházának. Az irodalombarátoknak korábbi találkozások során megjelent könyveiről szólt az író, most azonban zenészként is bemutatkozott a közönség előtt. Az Élet és Irodalom szerkesztője szerint a versek könnyebben eljutnak az olvasókhoz, ha azokat nem csak a könyvlapjain látják, hanem megzenésítve hallják is. Sokkal, de sokkal könnyebb elsőre befogadni, ha a zene segít. Ezek nyilván olyan megzenésítések, ahol a szöveget hagyjuk élni, tehát azért, hogy a versek tudjanak működni, és így nyilván tud dolgozni az emberekbe azonnal. Tehát, hogy mintha értelmezni segíteni a hangulatokat, és ez nyilván jól esik az embereknek. Grecsó Krisztiánt régi barátság fűzi Kollár Klemenc Lászlóhoz, a Kistehén zenekar lelkéhez, akinek az idén jelent meg novellás kötete Miért távolodnak a dolgok címmel. A szerző előadásában a dalok mellett a kötetben olvasható írások is elhangzottak. Fontos ez az intim kapcsolat a közönséggel, amit itt nagyon könnyen ki lehet alakítani, és szóval mindenképpen hozzám sokkal közelebb áll. A korom miatt is már, meg nem egyébként is, szóval egyszerűen nem nagyon szeretem a tömeget. Szeretem ezt a kis légkört, szeretem, amikor lehet érezni az emberek gond, sokkal jobban az emberek gondolatát, azt, hogy mit éreznek, sokkal jobban lehet reflektálni mindenre. Grecsó Krisztián legutóbbi regénye Megyek utána címmel 2014-ben jelent meg. A szerző már dolgozik új kötetén, és azt is elárulta, hogy 2016 tavaszán az olvasók már kezükbe vehetik majd legfrissebb művét, melynek címe Jelmezbál. Vereséget szenvedett a listavezető atomerőmű ESE otthonában a Malsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese Pakson lépett pályára, és a hazaiak 86-70-re megnyerték a találkozót. A nyíregyháziak az év utolsó meccsén szombaton az Albafehérvár csapatát fogadják a Bemiskola csarnokában. Jól kezdték a meccset a vendégek, gyakorlatilag végigvezettek az első negyedben, de a Dudaszó pillanatában már a Paks állt jobban 4 ponttal. A második 10 percben újabb 6 pontot tett hozzá előnyéhez az atomerőmű ESE, amely a folytatásban is uralta a mérkőzést, és biztosan verte vissza a nyíregyháziak felzárkózási kísérleteit. A záró negyed volt a legszorosabb, de 1 ponttal azt is megnyerte a házigazda, a vendégek pedig csak annak örülhettek, hogy tisztes vereséggel távoztak a listavezető otthonából. Ezt a különbséget sokkal jobb lett volna úgy elszenvedni, hogyha azt látom, hogy az atomerőmű ezt meg is mutatja, hogy ők jobbak, mint mi, és egy-egy elleni játékban szépen lejátszanak minket. Viszont sajnos a mi hibáink eredményezték azt, hogy ilyen különbség alakult ki. A lepattanóban nem lehet ilyen vereséget szenvedni, azok könnyű kosarak, nagyon könnyű kosarakat adtunk az ellenfélnek, ők ezt szépen kihasználták, és egyszerűen a palánk alatt leküzdöttek minket. Nem voltunk elég büszkék ma, nem szabad megengedni azt, hogy szórakozzanak velünk, sokkal keményebbnek kell lenni ezekben a szituációkban.
A hazaiak edzője és a palánk alatti fölényüknek tulajdonította a csapat a győzelmét. Nyíregyházát jól szervezett csapatnak tartjuk. Nagyon sokszor a felfogó zóna letámadásukkal, illetve a zóna védekezésükkel megtörték a játékunkat. Tényleg sokszor nem tudtunk mit kezdeni, zavarba jöttünk, és ilyen kikényszerített meg ilyen ritmustalan dobásokat hajtottunk végre. Kellett hozzá nyilván egy jó lepattanózás, főleg Ryan Watkins személyében, amiből vissza tudtuk tenni a labdákat, és szép fokozatosan, illetve néhány egyéni megoldásból, néhány gyorsindításból el tudtunk húzni, és tulajdonképpen tudtam cserélni a csapatot, és minden én negyedet megnyerve sikerült hozni a találkozót. A forduló további eredményei: Jászberény Mavsz 75-89, Kaposvár Kecskemét 78-64, Szolnok Szeged 70-63, Sopron Zalaegerszeg hosszabbítás után 79-77, Albafehérvár Szombathely 120-84 és Pécs Körment 71-84. A tabella élén az atomerőmű SEA 9 győzelemmel és 2 vereséggel megelőzze az azonos mutatóval rendelkező Szolnokot. A Marsó Nyíregyháza 3 győzelemmel és 8 vereséggel a 12. helyen várja az év utolsó meccsét, amelyen szombaton az Albafehérvárt fogadja be Miskola csarnokában. A két ünnep közötti hétvégén is pályára léphetnek a kispályás foci szerelmesei. A 6. Fuchstech Sunshine FM műfős tornára eddig 32 csapat adta le a nevezését. A nyíregyházi Filó focicsarnokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttesek mellett dunántúli, budapesti és határon túlról érkező gárdákat is láthatnak az érdeklődők. Az ünnepi időszak a futballban, egyben a kispályás tornák időszaka is, a sporták szerelmesei örömmel ragadják meg az alkalmat, hogy lemozogjanak valamennyit a felszedett plusz kilókból. December 26-án és 27-én már 6. alkalommal rendezik meg a Filó foci csarnokban a megye legnagyobb pénzdíjat kínáló tornáját, amelyre az ország több megyéjéből neveztek csapatok. Ezen a tornán megkötés nincs, se korban, se profizmusban. Itt jelentkeznek amatőr társaságok, alkalmi baráti társaságok, cégek, kispályás csapatok, nagypályás csapatok, NB-s játékosok, megyei játékosok, tehát megkötés nélkül. Az a tendencia és az a tapasztalat, hogy nem csak a pénzdíj vonzza őket, hanem ebben az időszakban ugye nagyon összejönnek a társaságok, a barátok, és akkor gondolnak egyet is neveznek, ami örömmel tölt el minket. Az elmúlt évekhez hasonlóan több korábbi, vagy jelenlegi élvonalbeli játékos is pályára lép majd a tornán. Rendkívül várjuk mi is a tornát, hiszen minden eddiginél nagyobb létszámú, sikeresebb lesz. Nem sok olyan rendezvény van, amit egy évben kiemelten kezelünk és várunk mi a rádió munkatársai, de ez az egyik olyan, amelynek már hagyománya van, már igazi tradíciót képez itt a megyében, legalábbis sport tekintetében mindenféleképpen. A szervezők 36 csapatnál szeretnék meghúzni a határt, mert ez az a létszám, amellyel két nap alatt lebonyolítható a torna. Az 550.000 forintos pénzdíjból a győztes 250.000-et, a második helyezett 150.000-et, a harmadik 100.000-et vihet haza, és még a negyedik helyezett csapat is gazdagodik 50.000 forinttal. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. December 15-ig megkapják a fogyasztási, köztük az autóhitelekkel rendelkező ügyfelek a forintosításról szóló értesítőket. A pénzügyi irodahálózat arra hívja fel a hitelesek figyelmét, hogy az értesítések készhezvételétől számítva 30 napjuk van a reagálásra. Ezt elmulasztva a kiküldött formában válik érvényessé a forintosított hitelszerződés. Közel 2 milliárd forintból építenek kerékpárút hálózatot a nyírbátori kistérségben. Nyírbátor és Nyírbogát között már befejeződött a beruházás, most a Nyírbogáttól Nyíradonyig tartó részt építik összesen 5 szakaszban. A fejlesztés célja, hogy a települések között a biztonságos közlekedés feltételei javuljanak. Mintegy 30 ezer gazdálkodó szervezet számára kötelező az éves kamarai hozzájárulás megfizetése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az idei díjat eddig kétharmaduk fizette meg, mondta el kérdésünkre a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára. Az évi 5000 forintos díj köztartozásnak minősül, a 3 évnél régebben nem fizetőktől szeptemberben kezdte el behajtani a tartozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Friss hírekkel legközelebb kedden este várom majd önöket, híreinket addig is megtalálják weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk. Kedd estig nem várható számottevő változás időjárásunkban, döntően anticiklon alakítja időjárásunkat, csak este felé érinti a Kárpát-medence északkeleti vidékeit egy gyenge hideg front. Éjjel borult párás, helyenként tartósan ködös idő várható, szitálás, ónos szitálás is előfordulhat. Reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap túlnyomóan borult párás időre lehet számítani, helyenként kötfoltokkal, szitálás a reggeli órákban néhol ónos szitálás előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is felhős párás, helyenként tartósan ködös időre van kilátás, csak kisebb körzetekben szakadozik fel a felhőzet, néhol időnként számítani lehet szitálásra, ónos szitálásra, csütörtökön elszórtan kisebb eső, ónos eső is előfordulhat. A hétvége felé erősödik a nappali felmelegedés, és kevesebb helyen valószínű fagy a hajnali órákban.